Szombat reggel nagy volt a nyüzsgés a tiszabelceli kérészkikötő környékén, a vízen motoros hajók és kenuk köröztek, a parton pedig melegítettek a tiszai challenge résztvevői. Az ötlet gazda Berec János Gáva vencselői polgármester, aki miután leúszta a Tiszabelszel és Balsa közötti 10 kilométert, úgy gondolta, hogy mások számára is kihívást jelenthet a távterjesítése. A felhívásra 47-en jelentkeztek, a környékbeliek mellett a fővárosból és a Dunántúlról is érkeztek úszók. Mint a résztvevők köszöntésekor elhangzott, ezúttal tényleg nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Kihívásnak nevezném én, nem versenynek, így első nekifutásra meg pláne nem. Egy baráti összejövetelnek indult ez tulajdonképpen, amikor tavasszal elkezdtünk gondolkozni erről, csak mindenki hozzátette a saját ötletét, és ma már tényleg itt tartunk, hogy egy kisebb dzsemburivá fog ez alakulni, ami tényleg nem versenyről szól, hanem egy bolyban úszunk, együtt úszunk, élvezzük a Tisza szépségeit, tényleg gyönyörű a táj, jó időt jósolnak, úgyhogy egy ilyen közös megmérettetés az egyéni kihívásnak a jelentőségéről fog szólni ez a mai nap. A kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes, 16-szoros világkupa győztes hosszú távúszó Kovács Rita tengerben, tóban, folyóban is úszott pályafutása során. A jelenleg edzőként dolgozó sportembernek a Tiszával kapcsolatban is vannak tapasztalatai, így el tudta mondani az úszóknak, hogy mire készüljenek fel. A Tiszára szerintem az teljesen más, mint mondjuk egy tó vagy egy tenger, de akár nem is tudnám összehasonlítani egyik folyóval sem. Hát leginkább arra, hogy ez ugye nem egy, tehát ez egy amatőr verseny, ami az elsődleges szempont, hogy mindenki jól érezze magát, és ameddig tud ússzon, tehát nem feltétlenül kell leúszni a 10 kilométert, rengeteg kenú, illetve segítőhajó lesz, tehát bárhol, ha valaki úgy érzi magát, hogy nem bírja tovább, vagy rosszul van esetleg, de reméljük ilyen nem lesz, ez nyugodtan megállhat, illetve meg lehet kapaszkodni a hajókban is. Tehát ez egyfajta kihívás szerintem inkább a emberek részére. Végül 47-en ugrottak, vagy ereszkedtek a folyóba, a rajtjelre, a legfiatalabb résztvevő 20, a legidősebb úszó pedig 67 éves volt. A leggyorsabbak szűk 3 óra alatt teljesítették a távot, de 4 órán belül mindenki beért a célba, ahol ajándékkal és a jövő évi rendezvényre szóló meghívással várták a kihívást teljesítőit.